lesz az este, veled a téren. Tudod, majd sétálunk, mi kéz a kézben. Te vagy a semmi, te vagy a minden. És majd ha véged, csak mondjad, hogy holnaptali extra. Pacsi, szevasztok, ismét itt vagyunk a holnaptali extrával. Hogy miért tartom így a kezem? Nem tudom, de abba hagyom. Gyerekek, nagyon update-ek vagyunk! Nagyon! Drake In My Feelings Challenge hozzánk is eljutott közel egy hónapra lecsengése után, de hát jobb később, mint soha. De néha lehet, hogy jobb soha. Nagyon veszélyes! És még Kaliforniában is pénzbüntetéssel sújtják, aki beadja. Full baleset veszélyes, és már nem egy fikázás született belőle. Már mint nem ilyen, hanem esés. Vigyázz magadra, te ott te! Soma fater beadta az Easy Version-t, mert szeret veszélyesen élni. Olyan light-iba vagyok vagányforma. Nem nagyon kicsit. Császtok, megvan nektek Drake In My Feelings című klipje? Nyilván megvan. Kicsit, mint hogyha göcsörtös lenne, mint a soroksári ez az út. Korábban, éretlenebb fiatalkoromban talán bennem is megfogalmazódott volna, hogy ezeket az ikonikussá vált jeleneteket megpróbáljam leutánozni. Tudjátok, amikor a fiatalok kiszállnak a mozgó kocsiból és amellett sétálva táncolnak. Ezt nektek sem ajánlom, hogy ennyire kockázatos dolgokkal próbálkozzatok, de az, hogy az embernek benő a feje lábja, még nem jelenti azt, hogy ki... Mert neked benőtt a feje lába, mi? A feje lába. Ezért megmutatom, benőtt a feje lába. Lehetsz úgy menő és vagány, hogy közben nem veszélyezteted a testi épségedet. Hop-hop, mi fog történni? Deszka? Íííí, tesó, bele abba a mergába, íííí. Nagyon keményen beadta a tesa. Szerencsétlen Hennikinek szerencséje nincsen, szerencsétlenül járskél ebben a világban. Járskél. Természetesen fennékig tejfer nélküli habostortát mellőző életünkben meg kell tanulnunk spórolni. Őszintén szólva, amikor összefutsz egy volt osztálytársadal és még mindig ugyanazt tolja, mint 10 éve. Hallod, nincs egy kis aprót, kérek pénz lóvéra. Akkor elgondolkozol rajta, hogy nem csak az élet szemét, de valamit ő is rosszul csinál. És ha valami kis plusz pénzhez jutsz, akkor nem kell egyből kidobni valami hülyeségre. Ezt azért nem lehetett ott hagyni, hát hasznos. Üdvözlöm a kedves nézőinket, ez itt a Gazdasszony, a Financiális Háztartási Tippek magazin műsorunk. Mivel egy olyan problémával találtam szembe magam, ami sokunkat érint, legalábbis érinthet. Kivéve persze a gazdag szülők gazdag gyermekeit. Nos, édeseim, úgy gondoltam, hogy összegyűjtök pár olyan trükköd, amivel elkerülhetjük a teljes anyagi csődöt. Vagyis, hogy jusson is, maradjon is. Tehát, hogyha észszerűen akarjátok beosztani a pénzeteket, akkor nincs más dolgotok, mint betartani ezt a 7 alaptrükköt. Ne azt vedd meg a boltban, amit megkívánsz, vagy ami megtetszik, hanem amire valóban szükséged van. De azt hiszem, ezt mindenki tudja. Tedd fel magadnak a kérdést. Kell ez nekem? Megér ez ennyi? Tedd fel magadnak a kérdést még egyszer. Meg még egyszer. Meg még egyszer. Egészen addig, amíg le nem... amíg le nem jár az üzlet nyitva tartási ideje. Isten, 3-as pont. Ha van egy fukar ismerősöd, vidd magaddal bevásárolni, és bízd rá a pénztárcádat. Hogyha nincs, hát akkor cseréld a barátaidat. Prostit a csapvíz a legjobb. 4-es pont. Előre döntsd el, hogy mennyit szánsz a bevásárlásra, és kizárólag annyit vigyél magaddal. A bankkártyádat pedig hagyd otthon. Ha még biztosabb megoldásra vágysz, akkor a pénztárcádat is. Vagy a legjobb opció, ha te is otthon maradsz. Nézz körül a hűtődbe. Rá fogsz döbbenni, hogy mennyi mindent megvettél, amit aztán soha nem használtál semmire. Gyűjtsd össze az összes 100-asodat, 200-asodat, 500-asodat, az 1000-eseket természetesen, a 2000-eseket, és hogyha véletlenül akad egy 20 000-esed, akkor azt azonnal töltsd fel a bankkártyádra. A bankkártyádat tiltsd le. Volt egy 7. pont is, de azt most elfelejtettem. Mindegy. A lényeg, hogyha betartjátok ezt a 6 pontot, akkor már biztos lesz a sikeretek. Köszönöm!
Bocsi, ennyi volt már a holnaptali extra, ne felejtjétek el, hétfőtől csütörtökig ilyen formátummal jövünk nektek is, pénteken pedig 20:05-kor a Petőfi TV-n, miért reppelek közben? 20:05-kor pedig a Petőfi TV-n a nagy epizóddal, dupla epizóddal jövünk nektek. Na, nem megy ez. Tudnál segíteni a gyerekeknek? Mindjárt menniük kell a suliba, és még sehol nem tartok. Hát persze, szívem. Apu, elviszel a suliba? Na jó, de ma utoljára töké. Mindig ezt csinálod. Elkényezteted a gyerekeket. Nem hiszem el. Nézd meg, talán ha egyszer volt mosva, és már is mint a kifakult volna, nem? Apa, szerinted? Szép lesz az este, veled a téren. Tudod, hogy sétálunk, mi kéz a kézben. Te vagy a semmi, te vagy a minden. És majd ha véget, csak mondjad, hogy holnaptali extra.